Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Santos utca 8. Az MD Média Szomszédok podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis Retroverzumban, ez a Lantos utca 8 című műsorunk hetedik adása, a mikrofonnál Gizúr Gergő. És rögtön kezdjük, szeretném bemutatni nektek szponzorainkat, azaz titeket, úgyhogy ha lehetőségetek és kedvetek van rá, akkor támogassatok minket a patreoncom paralaxis oldalon, ahol Attilának plusz söröket tudunk vásárolni, illetve extra tartalmakhoz és premier előtti tartalmakhoz is hozzájuthattok. Most, hogy megvagyunk a reklámokkal, szeretném köszönteni állandó partnereimet. Először is Horváth Ádám Tamást, Szervusz Ádám! Szervusz, és most a hallgatók megnyugodtak, mert hogy te köszöntél, azt hittek, hogy jaj, az Ádám nem is lesz, és akkor nem is hallgatom ezt a podcastet. Szerbusz Attila. Sziasztok, sziasztok, kedves hallgatók! Gyermekeim fenn az urban megérkeztünk hetedik részben. Mi minden történt a hetedik részben? nézzük át, beszéljük át, nem? De, de hogy nem. hogy hogy kezdődik, egy, egy reggelivel kezdődik, hiszen egy nap reggelivel kezdődik, és hát a, a takás családnál is egy reggelivel kezdődik, ahogy taki éppen. A... Nagyon agresszív reggeli ez, valahogy a, a taki olyan agresszívül viselkedik. Amúgy az egész részre jellemző, hogy mindenki olyan agresszív. Kemény is volt ezekben a részekben, de igen, tényleg ő, ő. Aki még éhes. Lehet, hogy az volt a baja. De hát miért volt ideges szegény Taki? Mert ugye a pucba vágta magát, hogy ő most elindul vásárolni, és hogy bemegyek a városba, és titokzatosan ez a kedvencem, amikor valaki Budapesten lakik, de bemegyek a városba, mi most hol vagy? Tehát, hogy oké, okay, hogy gazdag vagyok. Én is ezt szoktam mondani, amikor bemegyek mondjuk báronnan. Tehát ezek, ez, a, ez a klasszikus, hogy a vidéke azt mondja, felmegyek Pestre, éle, tehát ezek ilyen, ezek ilyen, csak úgy, ha belegondolsz, baromság. Na, de ugye van itt egy másik csavar is a sztoriban, mert miért megy a városban, mert ugye, mint kiderül, most már Takinak is, és amiatt lesz ugye morcos az öreg, nem csak azért, mert éhes, hanem egy szemklinika beutaló van aktiválva jelenke számára, és hát Taki meg ugye eddig nem tudta, és hát persze rögtön felcseszte magát, és azonnal is mindent lemondunk, nem lesz itt se esti vacsora, se sem, és én beviszlek, mondja ezt Lenkének. De egyébként ezért is idegesek valapvetően mind a ketten, hiszen ma van a vallatás napja. Igen, ma, ma fog érkezni Erdő. Ma fog érkezni Dezső, ha minden igaz. Alias Deziré. Deske. Deske, és sorolhatnánk ugye a kiváló neveket. De hát itt, ugye, gyakorlatilag vége szakad ennek a történetnek, mert a következő pillanatban Már Jócsi egy jó rózsaszín tejtartóból tejcitönt önt magának egy üvegpárba. Nem tudom, emlékeztek -e erre a tejtartó, de mindenkinél volt. Mert Persze. A, a, a ne, a nem elég idős hallgatóknak, ugye, annak idején a tej az nem ilyen. Nem dobozos tej volt, hanem még zacskós, és akkor így beleraktuk egy ilyen tartóba, hogy az úgy, ugye ne foljon ki a hűtőben. És ez gyönyörű szép, nekik gyönyörű az szép a, búr, hogy a Erről Fábri volt. Sándornak van egyébként egy 20 perces dumája, hogy elmagyarázza egy amerikainak, mi az zacskós tart. Szóval minden esetre minden esetre júcsi zacskós zacskós tejet iszik, és ö... Megtudjuk, hogy júliék este hangversenyre mennek. És ugye mi a, mi a program elvileg? Julcsinak etusnál lesz ugye ellenése, mert hát ugye ők esti programmal vannak. De hát Julcsi kapásból kitalálja, hogy ő bizony nem, nem fog etusnál aludni. Pedig itt kicsit reménykedtem, hogy végre etus színre lépés találkozunk vele, de még mindig rejti. Ezt tartogatjuk még. Etus most tényleg ő a kis csiszolatlan gyémántunk, amik is marad kakasunk, akit, akit, nem teszünk csak úgy, érted, a hetedik részben elő, csak beszélünk róla, mint egy mítoszról, egy gólem. Ugye Kalámbó felesége itt még ez. Igen, hát itt meg Horváth Ádám felesége. Nekem amúgy eszembe jutott, hogy talán nem is volt kezdetben tényleg etus mögött a csűrös karola, hanem csak egy ilyen szereplő volt, akit így, hogy emlegessünk, ne jelen meg. és ugye amikor folytatódott a sorozat, mert az, az sokszor elhangzik a, a, szomszédokkal kapcsolatban, hogy ezt jóval kevesebb rész, hat részre tervezték első körben, vagy hát én ezt úgy értelmezem, hogy hat részre kapott berendelést a, 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 tévétől, hogy, hogy később, amikor már így körvonalazódott, hogy esetleg akkor legyen ebbe etus, akkor kapta meg Csűrös Karola, mint horvát felesége a szerepet, és nem úgy van, ahogy ezt mi most utólag gondoljuk vissza, hogy már az első résztől kezdve is, amikor Etust emlegettek, akkor az valójában ugye sűrös karolát emlegették, vagy az ő karakterét, hanem később kapta. De gondolod, el. hogy az eredeti koncepcióban akkor tényleg csak egy ilyen név nélküli kalambó feleség De lett volna? Igen. igen, ő ilyen kalambó feleség. Üld, este otthon, és akkor fél karol, bejössz holnap. lenne egy forgatás. Hallott? Berendeltek többet, basszus. Minden részben egy etus nevezetről beszélünk. Jóságos kedves, van pénze, ez csak te lehetsz. Ne, én ezt tényleg, én ezt őszintén így gondolom, hogy, hogy, és így logikusabb is, hogy a saját feleségének. Nem ö, kétlem amúgy Csűrös Karolának a, a színészi teljesítményét, bár azt azért elmondom, és ezt el fogom mondani akkor is, amikor megjelenik a sorozatban, hogy ö, én láttam őt ö, több szerepben, régebbi filmekben is, és tényleg egy nagyon jó színésznő, de én a a szomszédokban nem találom őt jónak egyébként. A karakter miatt szerintem, mert ő olyan kicsit, ugye emiatt, amit te valószínűleg korábban is többször mondtál, hogy valószínűleg ő volt a megkaphatatlan dáma, és emiatt ő minden udvarlójával, de hát majd nyilván, amikor eljön az idő, erről többet beszélünk, de ugye mindenkivel kicsit kacérkodott, mert minden, tehát volt benne egy ilyen távolságtartó, közvetlen, ilyen belső, nem tudom, de értem, amit mondasz, de szerintem közben valahol jól csinálta, csak valószínűleg idegesített minket az, hogy őt soha nem lehetett megkapni. És most nem arra gondolok, hogy most a tévéképányon keresztül. De... Kövezzetek meg, de nekem nagyon tetszik ez a jóságos tyúkanyó. A nincs, nem, 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 nem az, az, nem, az, az tök jó volt, tehát maga a család felé betöltött szerepe az oké okay volt. Azt jól is hozza szerint. Kell az ő, tehát hogy azért mindenkinek van valami tikkia, főleg a Magenheim családban, szóval ott, ott, azért elég erőteljesen. De térjünk vissza a részhez, mert... Ádám, a... Ádám fétise volt, bocsánat, ég, gondolt mert csak, hogy, hogy, itt minden női szereplő kicsit hülye, és legalább az etusa lehet, hogy ezt próbáltak ellen, súlyozni, hogy ő legyen a jóságos. Igen. Igen. Na de úgy ugye arról szólt a történet, hogy ugye Júlcsi rögtön közli, hogy hát ő nem szeretne a, a még nem kitalált, nem megalkotott etushoz menni, hanem ő a közös bőmnek kíván ugye segíteni, lemezeket katalogizálni. Tehát, hogy azért... Gyönyörű. Igen. Gyönyörű az egész. Később látjuk hogy jelenetet is, de ami nekem itt engem nagyon megfogott ebben, már beszéltünk érintőlegesen róla előző részben. Ugyanazt fogod is mondani a, szerintem, a... amit gondolok. Igen, hogy valahogy én, ne, én, nyilván nem is emlékeztem, hogy az első részekben a Máriás József és az Ábel Anita karakterei, hogyan, milyen volt az ő dinamikájuk, de nekem egyrészt nagyon tetszett, másrészt meg is lepett az ő szoros kapcsolatuk, vagy hogy mondjam, szóval, hogy, igen. hogy tényleg ő, ő kedvelte az öreget, az öreg őt, ő, szívesen töltött el időt, és egyébként ez nekem, hogy mondjam, valahogy egy ilyen kis szép példa, hogy ma manapság azért sokszor jön elő az a téma, hogy az öreg a, a évek végén a 90-es, igen, hogy nem értik egymást, ott azért nem, hogy egy generációs különbség van, sok generációs különbség van, de mégis szívesen ment át hozzá a, a inkább, mint Etushoz, én nem is gondolom, hogy még nincs megalkotva a karakter, de hogy inkább ment föl a, a Bőnbácsihoz lemezeket katalogizálni, egy 13 éves kislány, vagy valahogy így, vagy 12 éves kislány, mint hogy, mint hogy a nagymamájához. Szóval elmondja, és utána látjuk ebben, hiszem, ebben a részben megint, hogy találkoznak is, külön vagy egy következőben, már mindegy, de ugye a lényeg, hogy, hogy látjuk, ahogy ők találkoznak, hogy az egy szeretetteljes kapcsolat Igen. A, a, a Bőnbácsi és a, hát és ez a, az az a közös, közös bőm elnevezés, ugye erről beszéltünk, ez is abszolút azt sugalja, hogy, hogy tényleg szereti az öreget. Itt van, tehát ez is Júlcsitól származik. És... A Julcsi ja. tényleg ő is egy ilyen üdes színfolt, még főleg ilyen, ilyen kicsiként ebben a sorozatban, mint női szereplő, mert hogy nem csak a bőm, de megint ugye a dinamika ugye az apjával, ugye Mágennel is, hogy, hogy ugye Júlia eldönti kapásból, hogy Etushoz fog menni, de ők egy pillanat alatt megbeszélik hogy akkor jó, akkor majd beszélek a Bőn mm. Tehát, hogy... Majd az ő dinamikájukra még vissza akarok térni. Úgyhogy ez, ez, ez igen, itt ez egy szép dolog. Lesz is rá lehetőség egyébként bőven, főleg a következő részben, mert ott egy kicsit változik. Akkor majd a következő részben, Te ez, 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 ez áruljuk el már a hallgatóknak szerintem így már a hetedik résznél, hogy úgy vesszük ezeket a podcasteket, hogy kettesével, tehát egyszerre két részt veszünk. Nem, mert hármasával vagyunk, tehát... Te, 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 te. Két rész. <laughs> Tehát, hogy egyszerre, egyszerre, két részt veszünk, ez ugye azzal jár, hogy megnézzük azt a két részt előtte, én legalábbis így szoktam, adás előtt megnézem az adott két részt, de mindig a másodikra emlékszem jobban, és egy kicsit összefolyik nekem ez a, ez a, a hogy melyik volt az első, és melyik a második részben. Az a szerencséjük az uraknak, hogy én itt vagyok, és én kordában tartom őket. Kordában, ugye ő itt volt velünk. <laughs> Ja, én meg az öt perces szünetekben nézem meg a második részeket. Jó, tehát nagyon frankó, úgyhogy lényegében én vagyok felkészülve, úgyhogy ennek örömére Ferinek is itt az ideje felébredni, mert őt felébreszti a Markol, amelyik nem Markoló, de mindegy. A lényeg az, hogy valóta a panna aljába az örögnek. Bár nekem tetszik, hogy ő a Markolóra ébredt fel, a betonpakolás És nem, várj, nem arra, út, hogy Júli, nem, 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 világos, Bárj, van? Feljátok, Ö, a, a rádió közben. Igen, a rádiót, beszéljünk a rádióról. Mindenhol a jelenetek közben, kedves hallgatók, a reggeli krónika szól, de nem úgy szól, hogy így utólag alá van keverve, és akkor halkész szilipel, hanem rendesen ott szól az atmoszférába, borzasztóan idegesítően egyébként. Itt Igen, minden igaz, igaz. Még a markoló is. Még a markoló is igaz, nem markoló volt, mondjuk ez egy kis bobket volt, csak akkor nem bobket volt, de ez ilyen olyasmi volt. Homlokra kodó. Tehát hogy tudott ő aludni ebben, ebben a zajban? Hát így. Látod, valószínűleg, valószínűleg, éppen tényleg ott valami zörgés morgás volt, és ezt beleírták a forgatókönyvéjük, és simán el Egy tudom képzelni. jó hogy jött ki. Hát vagy, hogy ugye... apám mondaná, aki álmos, alszik. Hát, most akkor hát ő nem, volt ámos, mert ennyi? rögtön kipattant a szem, és ment oda jutka, az, aki éppen költségszámolást végzett ugye a puja miatt, hogy most milyen előköltségekkel jár majd az érkező gyermek. És ő kapásból, tehát képzeljétek a szitut, hogy fölébreszt álmotokból, ami nappal a markoló, és a eltelik fél perc, és te már a kockás füzet, négyzethálós füzet előtt már kalkulációt végzel, hogy mit kell megvenni, és mit nem. E el, tudjátok azt képzelni, hogy most, ke most, keltek fel, és akkor fél perc múlva ti már a füzet előtt ültök, és, és számolgatjátok ezt, hogy... De hát most, oké, okay, de hát a jutka már mióta fönt lehet? Lehet, hogy hajnali Na négy de, óta. na jó, de Feri ödaül, már kapásból rákontrász hogy hát ezt nem kell megvenni, mert ugye kis ágyat kapunk a nem tudom kiktől. Ez is azt támasztja alá, hogy a hogy nem, nem, is volt álmos. <gül> <gül> Jó, tehát akkor gyakorlatilag nem a markoló volt itt a gond, hanem Feri most már úgy volt, hogy föl akar kelni, közelebbről akarja hallgatni a krónikát, és ö, miután kiszámolják, hogy nem kell majd babágyat venni, kitalálják, hogy nekik Jankához is menni kéne ma az uzsoráshoz, ugyebár ahogy ők is hívják, mert hogy hát szeretnének némi haladékot kérni tőle, mert hát Feri kijelenti, hogy már pedig ő egy büdös vasat nem fog fizetni, hogyha jön a gyerek, hagyják őt békén. Nem tudok hozzá mit szólni, Janka néni egy karvaj. És innen Jó. akkor szerintem menjünk is tovább. Menjünk is tovább, mert, mert, utána jön inkább egy érdekesebb dolog, egy, egy, nagyon furcsa képi megvalósítása, hogy Lenke szemét nézi ilyen nagyítóval, vagy azzal a szemeszközzel, ugye a doktornő. Nagyon közelről mutatja. Nagyon közelről, meg. ez nagyon-nagyon ez ijesztő egy kép volt és hát ugye tudjuk, hogy jutka anyja, ők még nem tudják, hogy mi tudjuk, és ők is tudják, hogy majd tudni fogják. Gyakorlatilag ugye megkérdezi szőlősi doktornő, hogy honnan is, honnan is jött. És hát Lenke ugye rögtön beköpi, hogy Lantos utca 8. innentől már lehetett tudni, hogy akkor elindul majd a párhuzam, csak még nem tudjuk, hogy hogyan. De hát ugye szőlősi nő nem erre volt kíváncsi, hanem arra, hogy melyik orvos kollega küldte őt ide, és milyen okból kifolyólag. Lényeg a lényeg. Szőlősi doktornő ugye ezt az információt, ezt elrejti magában, és egyébként elküldi műtétre a Lenken énit. Aztán váltunk Deskére, aki éppen a titkárnének diktál. A világ legfontosabb embere. Tehát tudni kell, hogy Deziri egy fontos ember, mert diktál, beszámolót. Azzal kezdi a diktálást, hogy ugye a deviza bevételek milyen jók voltak, ugye, viszont ezt egy annyira ízléstelen szobában, egy annyira ízléstelen tapéta előtt teszi, hogyha annyira jók voltak azok a deviza bevételek, és ennyi lóvé van, akkor az úgy nagyon-nagyon Mert oros. ők tiszták, és nem magukra költik, érted? Hanem inkább lefestik a vajdó, ünyed, vár az zöldre, hogy szebb színű legyen. Jaj, te! Pahaszt. Meg, meg mire költik, ugye? Narancssárga színű telefonra, mert neki olyanja van. De én mondtam, hogy senki ne szóljon addig, amíg diktálok, de azért az alma is azt, hogy megérkezett? És, 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 hogyha megérkezett, azonnal szóljanak be. Tehát, hogy igen, ez senki... Amit még a titkárnője is uh, szóvá tesz neki, és hozzátesz, hogy arról volt szó, hogy elmegyünk vacsorázni. Szóval és ez ]unk... egy, egy nagy kérdés, ugye? Deziré De, egy kavarógép. Mit, hova ígérte magát vacsorára? A titkárnőjével is. Hát igen, itt sok minden kiderült. Eskére. De hát nincsenek elkötelezettek, nem köteleződtek el még azért alma, attól még kajálhat a kolléganőjével. Nem kajáról volt szó, tehát Deziré a titkárcsajt is fűzte, maradjunk annyiban, csak valószínűleg a a könnyebb dolga lett, olyan jó dolgot, mint almával azért azt el lehet mondani, hogy Deziri nem azzal a bizonyossal gurigázik, mert ugye mára van betervezve a vacsor az öregéknél, és Deziri nagyon nem akarja, ugye nyilván egyrészt le akarja mondani, mert a titkárcsaj miatt is valószínűleg, meg másrészt neki ez nem tetszik, és konkrétan be is nyögi, ha legalább történt volna már valami köztünk, akkor hát úgy fognám fel, hogy ez az ára, magyarul annak, hogy mi most itt ezt azt csinálunk, annak az az ára, hogy én az öregekkel kinyermázok egy picit. De neki ez így a bizonytalan ér, ez így nem annyira biztos, hogy tetszik. Meg, meg, lehet érteni az öregeket és itt rájuk van bízva. E, figyelj, ez oké, okay. de nekem itt a deziré az, hogy... Tehát, hogy... A, az öregeket megértjük, vagy én legalábbis megértem. Igen, nekem, dezir, nekem a dezirének a lelki világával nem vagyok. Tényleg? Igen. Tényleg? Az öregeket értitek? Igen. Nem? Én az üzből mondtam, én nem értem az öregek reakcióját én, arra. én abszolút. Én abszolút. Hány éves az alma? Én, 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 lányos apa vagyok. Én te tökéletesen értem. Én is lányos apa vagyok, két lányom van, az egyik bőven felnőtt korú, és egyáltalán nem gondolom, hogy, hogy egy felnőtt embert ennyire be kéne határolni. Ráadásul ők a De naszülei. megbeszéltük, hogy ezért ]éni is még nagyon, még nagyon old school cucc. Tehát, hogy ő... De, de... Szóval mindegy, azért... erről beszéljünk ott, amikor ott tartunk, jó? Mert hogy én ezt, ennek a résznek azt a címet is annám, hogy a avallatás, mert hogy Lenkenéni tényleg elmegy ebbe a vonába. Én a Janka kitálla a címet adtam neki, de oké. Okay. De a címet úgyis én adom, szóval haladjuk tovább. Jó, haladjuk tovább, szóval itt majd megtudjuk, tehát Desiréről megtudtuk, hogy ő igazából még a, még a legyet is, és hát Almát is nyilván, hogyha lesz értelme. Megtudjuk, hogy Lenke szemét meg kell műteni, majd egy hónap múlva, aki még mindig próbálná lemondani ezt a vallatásos estét, de ugye Desiré ugye rögtön küldeni a like hogy ő is így gondolja, de ez nem történik meg, mert Lenke viszont elkötelezett, hogy ő ők ő kőkeményen ma, ha beledöglik is, ki fogja vallatni Dezsőt, de mindeközben még azért elhinti azt is, hogy nagyon tetszik neki ez a szociális gondozás történet, ugye belefutott pár részel ezelőtt, mert hogy nem uncsízna, és lenne egy kis plusz zsé, és megtudunk egy érdekeset, hogy ah, majd büdös forintot nem fizet otthonra, hogy, hogy ott lakik. Ez mondjuk elég fura. Ezt később is tudjuk. Igen, csak most tudjuk meg először. Mikor majd már férnél van, és ott laknak, akkor se nagyon fogadják el az öreget. Igen, tehát itt, itt volt egy ilyen kis, kicsit szóvá teszük, de azért nem. Aztán Jutka úgy áthelyez, Jutka áthelyezése megérkezik irány a suli, ugye, hogy meg, akkor beszéljünk az igazgatóval, Hável ha Csengő. Az előző szerel. részben, az előző részben lelettem cseszve, hogy hát nem nézek ki az ablakon, hiszen látszik, hogy ez egy másik iskola. Na most kinéztem az ablakon, és ezt látom, hogy ez ugyanaz az iskola. Melyik ugyanaz? Ami az elő, ami a földi teri volt az igazgató, most ugyanabban az irodában egy kicsit más beállítással ül a Hável. A folyosó nem az volt. Hát dehogy nem. Az ugyan, ugyanaz, az nem a, nem a az még nem Esküszöm a csikihegyek Az, hogy még az oké, okay, az, hogy még az Gracias, vamos Tehát, hogy más a helyszín, igazából ugyanaz, mint az előző. Az előző sem biztos, hogy az iskola volt. Az a MTV, vagy a magyar televíziónak a szabadságtéri egyik irodája is lehetett, Leszze. értitek, tehát nyilvánvaló. És látszik, hogy ez is kurai, tulajdonképpen ugyanaz, mert később majd ez milliószor látjuk azt az iskolát, egy milliószor. Ez a folyosó majd szerintem az a, az iskola, a, ahol, ahol, ahol ahol csengőt a szeret... A folyosót azt el tudom képzelni, de az iroda az ugyanaz az iroda, amiben az előző az... részben egyébként. Ez teljesen lényegtelen, mert mi csak mi láttuk a kedves hallgatók az életet tök, utánna. mindegy, mert ugye a legfontosabb rész itt az, hogy Hável nem tudja megszerelni a Csengő, de majd az okos otthonok királya, Ferenc majd megoldja ezt a problémát, és hát ugye, amíg Hávelék ugye jutkával félrevonul megbeszélni a bizniszt, addig Ferencük rögtön csavarhúzót fog, és rögtön oda nyomja a, ő Csengőt. a gazdag, Nem a gazdag réti Batman, ő a gazdag réti MacGyver. <hállt> <hállt> Oké, okay, kiderül, hogy Hável hisz a szerelemben, a gyerekekben. What's love got to do? Azért én azt hittem, hogy ott más fog neki mondani, azt az, az mondja, hogy uh, ja, a, Haver egy ilyen, nem tudom, kajál, kajál vigyorra, hogy hát a, hogy mást is remélt a, a, jutkától, és akkor azért úgy oda néztem, hogy, hogy mi van, és aztán mondja, hogy nem, ő nem a, Gábor, nap, Gábor. Hogy a napközi, hogy a napközi, napközi t akarta rábízni, mert hogy ott lakik a telepen. De hogy így Jó, de ezt hogy megtudtuk így, korábban, hogy ő egy négy gyerekes szóval. apa, vagy valami, tehát hogy ő, ő nem, nem a Gábor-Gábor hozzáállással viszonyul ugye a nők Júlinak is van gyereke, meg ilyenek. Azt majd megtudjuk, okay. viszont uh, itt még fontos, hogy uh, ugye minél előbb vissza szeretne jönni a mi kis jutkán majd dolgozni, ugye hat hónap a szülés után, és csak én egy bölcs, és itt ugye jön ez a klasszikus uh, uh, protection kis ízé, hogy majd akkor Havel megoldja, majd megzsarolja a tanácsot a művelődési osztályon keresztül egyébként bocs, ez én ezt nem látom annyira hogy hívják ennyire ördögtől valónak mert neki szüksége van a tanárra ö, nyilván annyi befolyása van a, ez a régi rendszerről beszélünk ott azért kapcsolatokon, most is, de hogy ott is nagyon kapcsolatokon múlottak a, a dolgok, nyilvánvaló azt mondja, ott a, a, nem tudom a tanács iskoláért felelős valakinek, hogy nekem szükségem van erre a ez tanára. Ez egy win-win helyzet igazából. Játok, nék, hogy, 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 egy bölcs is helyett neki. Hát itt kiderült, hogy Ádám a korrupció barátja. Hát bármivel meggyőzhető vagyok. Hát meg is győ, ahogy te meggyőzhető vagy Feri is meggyőzhető, mert elfogadta azt a bizonyos megvesztegetési utat, ahogy majd két hétre elmehetnek Balcsira, mert ugye ezt is megtudjuk most, hogy ők majd el is fognak utazni, nyargalni szépen. Tehát ezek szerint elfogadta a vesztegetési ajánlatot amit ugye nyomdába kapott. Ja, és természetesen Ferencünk megjavítja a csengőt, mert hát a gazdag réti nem fog csődöt mondani. Egy ilyen apró és semmi nüansz dologban. És akkor innen egy újabb fontos szereplő bemutatására fogunk egyébként tovább menni, hiszen egy Dunaparti jelenet következik és meg fog jelenni egy hölgy, aki a későbbiekben visszatérő vendégünk lesz. Simorja Jemese. Simorja Jemese, és ugye azért, azért érezzük azt, hogy én ezt konkrétan így írtam, hogy drámai zene, tehát valakinek fájni fog, ugye ilyenkor szokott az jönni. Na, szóval sose tudom, hogy a melyik a kajak meg a kenu, de hogy ketten ülnek egy ilyenben, és az a lényeg, hogy, hogy ezt mindezt úgy képzeljétek el, hogy nem mozdulnak meg. Tehát látjuk, ahogy eveznek, de nem, nem mozdulnak, meg egy helyben állnak. Tehát látszik, hogy a két oldalt kamerán kívül valaki tartja azt a kajakperkenú vagy valami evezős dolgot. Borzasztó jelenet, majd utána egy kiderül, hogy egy egészségügyes csaj beleugrik felhevült testtel. A azt nem tudjuk, hogy ő egészséges, és... a, a másik. De az, a, barátnő az. a, barátnője az, ő nem. 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 elmondja, elmondja a Simolja Emese karaktere is, hogy a Csaj is valami Igen, ő is de amikor ott a, igen, amikor megérkeznek a, mentők, mert nyilván megérkezik nagy fehér, de majd később, de hogy igen, tehát megtudjuk, hogy ő is egészségügyes, tehát eleve felhevül testtel beleugrik a Dunába, és egy jól el is tángálják a nézőket is, hogy hát egyébként milyen. E, milyen Gyakorlatilag hát szóval szóval mondták azt, hogy milyen beugrók és idiót. Itt szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy felhívő testtel nem ugrunk bele hideg. Nem tudta, hogy hideg a víz. Szolgálati míg. perceinket hallották. De itt, itt, viszont, ha már Ádám megemlítette, hogy mennyire hülyén nézett ki, hogy áll az, az a kenú csónak bármiben ugye elveznek, azért is hozzá tenném, hogy ők valahol a semmi közepén lehettek, úgy valami rakpartszerűség volt, de ez nem a város volt, az biztosan nem Kiev volt. Közben egy pillanatra azt látjuk, az Erzsébet híd mellől indul el a motorcsónak, hogy mit, mitől azt nem tudjuk, a rendőrségi motorcsónak, majd egy pillanat alatt ott terem a puszta kellős közepén. Idődilatáció, szomszédok sajátja. Jó, csak basszus, de, de mi, meg mi alapján kerültek ők oda? Kiszúrták távol, hogy már másképp csap a víz 6 kilométerre arra a Elhangzik tőle egyébként egy fantasztikus mondat, mert ugye ő diagnosztizálja meg. És akkor mi történt volna, hogy ötösre megáll? Ez nem vizsga? Megállapította volna, hogy a ötöstre, hogy a barátnője meghalt? Tehát, hogy... Igen, mert hogy elmondja a Simorja Jelmese karaktere, kedves hallgatóink, hogy egyébként ő is hamarosan mentőzni fog, mert hogy nem tudom, ötöd éves az, az orvosin. Ő, ő is kiszúrta rögtön, hogy mi a baja, ott mond egy ilyen orvosi kifejezést rá, és arra mondja a, a nagy, az Ádám, hogy. ilyen biztos pont az Ádám nem jut eszembe, arra mondja az Ádám, hogy. az az élet. Nem, ő maga nem enjen mentőzni, mert az, az élet, az más, mint a tehát a valóság az vás, mint a, a, tananyag, és akkor arra mondja azt, amit ő, a, ő Melon mondott És az -e. akkor viszont nem csak ezt, mert hogy Ádám itt már nagyon harapós, mert ugye ezek a vízbeugrálós idióták nagyon felhúzzák, mert főleg az, hogy ki az a hülye, aki ebbe a koszos fürdik. Nem csak a Simori a karakterét, akinek egyébként nem tudjuk a nevét, majd csak ugye később jön, oltja le, hanem ugye az ugribugrit is leoltja, mert ugye a csaj, amikor már féli magánál van, ott fekszik, akkor kérdezi, hogy muszáj kórházba menne? Már jobban vagyok. Erre mit mond Mágen? Bevietem a lipótra is. Tehát <laughs> Tehát, hogy itt, itt azért, itt azért nagyon öö, be volt rágva Mágen barátunk. Fiatalabb hallgatóink kedvéért ilyen Diliház, igen. volt. Lipót mező. Lipót. Aztán utána ugrunk egyet, Júlia szövetkezett főnökéné bejelent, hogy elindul valami kencefice versenyen, ahol majd a mi Ádámunk szurkolhat neki, már mint a mi Ádámunk, itt a Podcastbeli ádám. De ez bizony valami anyagi támogatás, kéne, mert ugye. Hogy vettem, Tamás? Ez, igen, ezek a kenceficék ezek drágák, bár ezt nem igazán értettem, hogy azt mondja, hogy a, a, a boltban, a szakboltban nagyon drágák, a fekete piacon kétszer annyit. A fekete piac, hogy drágább, akkor nem, tehát ez hülyeség. Nem, ez ugyanolyan, mint az autó egyébként, tehát, hogy ö, voltak, akik külföldről becsempézték ezeket a dolgokat, másodkészből, hol hozzá lehetett jutni, ami pedig boltba azt mondjuk rendelted, lehet, hogy kellett rávárnod heteket, hónapokat. Akkor Sok mondja azt, hogy sokáig tart, mi A meg dupla áron. Ha jó, oké. Okay. Tehát ez egyébként ennyi ennek a lényege, hogy így működött. Okay. A lényeg az, hogy nincsen lóvé. Nincs lóvé. Rá a szövetkezetnek, ami amúgy egyrészt teljesen érthető a szövetkezet részéről, meg másrészt a Juli részéről is főleg érthető, hogy hát ha azt akarja a szövetkezet, hogy egy jó kozmetikus, híres kozmetikus, az ő neve az valami a szakmában, tehát hogyha azt akarja, hogy induljon a versenyen... hát egyet ért Juli van! Ha elinduljon a, azt akarja, hogy induljon a versenyen, akkor a szövetkezet akkor legalább azokat az anyagokat, Ez amiket befektetés. ott el kell kencézni, fincézni, igen, azokat, és ráadásul jó minőségű anyagokat kell egy versenyen használni, hát akkor azon arra adjon valami támogatást lóvét, vagy legalábbis szerezzen be anyagokat a szövetkezet, mire hát a szövetkezet közölli, hogy hát erre, erről szó sincs, ez nem lehetséges, kedves Júlia. Hát, vagy jussunk el arra a versenyre, mert arról beszélünk, de nem most. Előtte szegény Janka ugye fekszik otthon betegen, és az egész szőlősi kompánia ott van, ugye a szőlősi doktor és szőlősi doktornő is, és hát itt jön egy érdekes, ugye Janka elköpi, hogy hát 140 rugót adott kölcsön jutkáiknak. Nem annyit, 110 csak bele hazudik 30 pluszban, mert, hát mert hát a kamat. Mert Janka itt, hazudik, itt most itt igen, igen. hozzá hazudja a kamatot. Hát teljesen mindegy, és a lényeg az, hogy mind kiderül, Feljék kamatos, kam... 2500. kamatos, kamat, kamatos van, nem, nem, Kamatos kamat, és 2500 forint per ö, ö, hó, ö, ami törlesztenek. És itt ugye mi, ugye mi, volt ugye a kamatos kamatra, azért mindenki felhúzza. itt ja, szeretném jelezni, hogy felvennék Janka néni kölcsönt lakásra 2500 forint per hóért. Te 140 <laughs> rugót kapsz te is, vagy 110 -et. De a beszélgetés korrekt, ugyanis a jelenetben ugye ott van szőlősi doktorné, ugye a Jutka anyja, és a szőlősi doktor az utálatosság, a Jutka apja, és ő a Jutka apja, bár tesz a felére megjegyzést, viszont alapvetően a, a, Janka tök korrektül elmondja nekik, hogy hogy máshogy lett volna a lakásuk. A Janka, a, igen, szinte, de bocsánat, nem teszi, szinte csak nem... korábban belém kötöttetek, hogy nem tagadta ki az apja ugye a jutkát, de itt elhangzik a szám, hogy nekem volt gyerekem. Tehát ez konkrétan így mondja az apja. Jó, ezt ez, ez, ez te is tudod, hogy ezek Ed, ilyen... ez, ilyen... Ez, egy nagyon durva dolog. De a kitagadás az az, amikor közjegyző előtt aláírom, hogy nem ezt, ezt után. Okay, ez ez a Oké, de hogyha letagadod a gyereket, vagy azt mondod, hogy nekem volt gyerekem, az egy brutális megmozdulás, brutális megszólalás. Tehát kavatos kamatra kapják azt a kölcsön, mert hogy Janko úgy van vele, hogy úgyse fogja már megélni a teljes összeg visszakapását, úgyhogy ezért némi emelt zsével akarja, ugye, hogy viszont lássa legalább az összeg egy részét. Azért ezen mind a két szőlősi felhúzza a szemöldökét, és itt, amit Ádám mondott, tényleg, hogy Janko azért nagyon korrektül kiáll mind a mellett, hogy egy, egy karvaj szemétláda, de tényleg kiáll Janka is Feri mellett, és azzal kapcsolatban is kiáll, mert ugye itt az öreg nagyon mérgelődik az, hogy majd jön a gyerek is, meg ettől a trógertől, és akkor erre a Janka azért mondja, hogy ezért basszus, nehogy már ne őrülj egy unokának. A Janka ez egy érdekes karakter, na, maradjunk annyiban. Igen, ez egy teljesen korrekt hozzáállás, amit látunk szerintem, és hát uh, mert elkéri a doktor nő a címet, a Igen. lánya egy címet, kiderül, hogy nem tudja, hogy hol milyen szépen kéri egyébként mert nagyon jól leoltja közben a Jankát, mert ez meséli, hogy ízé, így, meg úgy, és akkor nem tudod a címüket, tud, így, lazán lesett tolja, hogy mit beszél ez a Janka, csak adod a címet, amíg nincs itt De a milyen kérdém. jó, hogy oda van készítve. Igen, egy szetlire oda van készítve, és a szőlősi doktornő rögtön látja, a Lantos utca 8, és akkor ő még ezt már hallotta valahol, de még nem egészen tudja, hogy... Például volt. ebben a podcastben. Ez ebben a podcastben a már sokat gyára, úgyhogy szülősi doktornőt kérjük, ha tudta volna, akkor meghallgathatta volna, de ő még nem tudja, hogy itt milyen összefüggések vannak. És hát a jutkáik, jutkáik megérkeznek, de meglátják pont az öreg autóját, aki éppen gyógyszerért ment vagy jött, úgyhogy visszafordultak, úgyhogy nem mentek föl Jankához, mert itt még mindig is rendezve. És bár, már nézik a cápát. Bár a Feri már, a Feri már promptolja a jutkát, hogy. Béküljön ki a család. Igen, és mit néznek, vagy a cápa kettőt, vagy a... Én ignoráltam ezt, tehát nem akartam tudni. Na, távol Afrikától? Nem tudom. Az, az, az. Az, az. az lehet. Van? Távol Afrikától, ugye? Ja, ja, ja. És végül csak a Balatoni mennek, majdnem mindegy. T ami távol van Afrikától. Régen nem volt luxus moziba járni. Aha. Tehát lehet, hogy a filmek azok nem 3D-sek, imax és screenex ek volt. voltak, de megfizethető volt lemenni akár minden este a kőbánya moziba és megnézni egy... És legalább Buzz és Terence Hill filmeket adt. De, 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 de tehát jó, oké, nem volt a választék, és nem ilyen volt a Hollywoodi gépezet. Lehetett filmet nézni. Magyar Jó, filmet de őseink az valószínűleg ezért is például, amit most Attila mondott, hogy az összes Buzz Spencer Terence Hill filmet, amit adtak moziba, azt látták is emiatt. Mert hogy nem volt egy luxus cucc. És ahogy a mozi nem volt luxus, a hangverseny sem, mert Juliék ugye ezen a szabadtéri hangversenyen vannak, ami egy nem is tudom, ez egy olyan bevágás. Nekem az hogy nem most... esett le, hogy szabadtéri addig, amíg ott nem jött szóba, hogy szabadtéri. Ja, én, én nem is mondták azért. Na de most jön az a rész, ugorjunk az a részhez, ami, ami Attilának egy, egy nagy fétise lesz. Tehát ugye Dezső, Deske, Deziré, Deske, ami külföldi emigránsunk, Rezsőnk, Dezsőnk, ugye megérkezik almáékhoz én átadom a szót Attilag, de az nagyon tetszik kapásban, hogy Lenke így beregteli de az első pillanatban, hogy megkérdezi, hogy hány éves vagy, és egy 43, ah, pont mit az alma apja. Tehát, miért <coughs> nem neveli a saját lányait? A Lenke néni egy igazi vallató tiszkét viselkedik itt, egyébként de marha jól csinálja, minden lépése kiszámítható egyébként marhára, tehát hogy mik fognak következni. Kitérzek rá a kényes témákra, hogy mennyi idős vagy, az egy dolog, ugye látszik, hogy de zsőke, vagy deske idősebb jóval almánál. Nem úgy kérdezi, hogy hát esetleg van család, vagy valami, hanem, hogy a felesége mit szól ahhoz, hogy és a gyerekei, <laughs> tehát, hogy ő eleve ugye egy prekoncepcióval indul, ami egyébként szemmel állható, be is jön. Mint hibátlan volt. Egy, egy, egy igazi KGB nyomozó tiszt, egy, egy tiszt. Tehát de egy az egybe ezt nyomja. De úgy, hogy közben trollkodik. Igen, és ezt a Taki bácsi egyébként folyamatosan próbálja így tompítani, de mondjuk ebből Deske nem nagyon kért, viszont, ami nekem itt nagyon földünt, és nem tudom, hogy nektek ez mennyire jött át, hogy amikor ott tart, hogy és akkor a Dezirének vannak egy gyerekei, akkor az alma szemmel láthatólag felhúzza a szemét, mert fogalma nem volt erről az egészről. Szerintem még a feleségéről se tudott, de azt még úgy, hogy elengedte. De a gyerek... Ugye a hallgatóknak mondjuk el, volt feleségről van szó, felnőttkorú ikerlányokról, akik nem vele élnek, tehát ez a sztori. De egyébként volt egy kontinuitási hiba a részben, amikor nagy totálban láttuk a Lenkenénit és a Taki bácsit ülni, akkor a Lenkenéni mosolygott, amikor közelről láttuk, akkor dühös arcot vágott. Lenkerén is dühös volt itt. Ő itt vigyáz az unokájára. De igen, tehát hogy. És látott, tehát azért a vallató tiszt prekoncepció, ahogy te mondtad, azért annyira helyes volt, hogy Alma kapásból puszínfókhoz jutott deskéről, amit ő eddig a hát jó néhány hetes ismertség alatt nem sikerült megszereznie. Jó, de ezt azért Takibácsi is okkal kikérte magának, hogy azért az ő házában, ő lakásában, itt nem, nem a vendéget nem vallatjuk. Pedig de. Igen, ez gyakorlatilag úgy nézett. Pedig feszült, mert annyira feszült ott a hangulat, hogy Taki próbált normális lenni, Lenke ellenséges vallató volt, Alma meg vergődött kettejük között, mert valahol rohatú zavarta, hogy valamit elhallgatott előle ezért, de közben meg azért zavarta, hogy az öreg lány ennyire brutális. És itt szeretnék egy nagyon fontos részt kiemelni, mert nektek nem tűnt fel, hogy megint szólt a rádió, és ismét el kellett zárni. Mert így nem lehet beszélgetni. Ti a öregeknek adtuk igazat? Én nekem a Desiré karakter alapvetően egy antipatikus. De ha csak ott találkoznál vele, az alapján, amit ott nagyon úriemberként viselkedett. Tehát azért ott az öreg asszony az úgy vallatta, hogy azért manapság az már nonsens. De az öreg asszony nem, a, nem azt az úriembert nézte benne, hanem azt a vén csókát nézte, aki az unokáját akarja megrontani. Na de az unokája felnőtt ember. Az mindegy, neki az örökké. Tehát tudod, a szülők is mindig azt mondják, hogy örökké a gyerekem marad. Úgy, úgy sem hallgatja meg ezt a podcastet, úgyhogy azt mondom, hogy te nem mutatkoztál be a pósomnak, érted? Tehát, hogy ez, ez egy létező dolog a mai világban. Is. Lenke karakteréhez ez a viccelkedés tökéletesen megy. Szerintem, szerintem abszolút alap, és ha már elzárták a. Igen. És, és én egyébként a másik oldalról, meg azért is megértem az öregeket, bocsánat. Ugye egyrészt kettő végletet képviselnek, tehát valahol az igazság az a Lenke meg a taki bácsi között van. De hogy nekik kell vigyázni az unokájukra, aki rájuk van bízva. Tehát nem az csak, hogy egy, egy szimpla szülőgyerek, hanem itt van egy olyan extra, hogy ők külön megvannak vannak azzal bízva, hogy nekik kell vigyázni. Vagy magukat érzik, érzik felkérve erre, mert lehet, hogy nem volt ebbe benne a díjbe, hanem csak az Alma, mert ugye a sztori szerint Alma elég sokat volt itthon, és úgy döntött, hogy hazaköltözik. Tehát én nem hiszem, hogy az anyja... Lenkenén elmondja, hogy ezt a gyereket ránk bízták. Jó, mert ezt, de ezt szerintem az ő olvasata. Én szerintem ez így történt, de ha már mondom, elzárt, viszont elzárták a rádiót, viszont a közös bőméknél megpont, hogy megnyitják a lemezjátszót, mert ugye történik ez a bizonyos kat katalogizálás, és el és vihar lesz, és hát elmossa azt a koncertet a vihar, és hát jó, egy, kis, egy kis Ádámnak egy kis boldogság, hogy júli ismét sopánkodhat egy sort. <laughs> nagyon gyönyörű, leoltja az Ádám, a Magenheim Ádám, mert hogy leoltja a Júlia az Ádámot, hogy nincs, mi, mi nem vettél még soha esernyőt, és utána visszaoltja, hogy a teruhádból azért egy esernyő boltot is lehetne nyitni. Végül az a lényeg, Egyetlen hogy Júlia... valamire való ruhádra. Az, azért Juli, mert ugye az esőben nem akarnak elázni, vagy hát az új ruhájában nem akar elázni a Júlia, ezért az Ádám, mivel megtudjuk, hogy az Ábel Anita karaktere fél a vihartól, ezért hazamegy. Egyébként van egy nagyon kellemetlen jelenet, mert amikor hirtelen dölög egyet, és látjuk ott a bőmúr, meg ott a Ábel Anita, Julcsi. Mindig elfelejtem, Ott katalogizálnak éppen, akkor így átnyúl -e a Bömbácsi, hogy ugye nem félsz, nem tudom, az borzasztóan megvalósított jelenet, Ez A mostani, mostani is. helyzet miatt is érzett kellemetlennek, szerintem majd most így, igen, így, igen, szerintem szerintem is, de de őszintén szólva nem látszottam az Anitán, hogy félne, vagy Júlcsi, hogy félne, és amúgy az utolsó pillanatban, ugye közben Ugye elered az eső is, és az utolsó pillanatban, vagy fölrakott lemez a Sümegi Oszkár énekel, szerintem az ő hangját véltem fel. Az utolsó a nem az? A Palóc. Biztos az... amit, amit fölrakott, az igen, mert akkor mint. érkezett meg, mert akkor érkezett haza a Sümegi Oszkár, ezt látjuk is, majdnem elesik kiszállva a taxiból, hiszen Alma éppen kipillant az ablakon, és fölmegy, és rájön, tü -tü -tü -tü, tü -tü, hogy éppen két rabló! éppen hát két, két szimpatikus, szimpatikus ember látjuk, hogy felfeszíti az ajtót, de akkor nem tudtuk még, hogy ki ezt törnek be, csak azt látjuk, hogy fölszaladnak, pajszer alá nyúlnak az ajtónak, és már benn is vannak, és hát tü, -tü, -tü, -tü ugye, hogy tanult kollégánk ugye eljátszotta a kis hangszerével, bizonyám sümegi barátunkhoz És ha önnek most biztonságtechnikai cége van, akkor várjuk a támogatását, ilyen résznél be tudnánk mondani azt. <laughs> Hogy ilyen ajtót így fölhetne, ez Nem. Ez nem történt volna meg, hogyha. Egyébként nagyon könnyen föltörik az ajtót. És én, Túl könnyen. És én azt hittem, hogy amúgy a, a jutkáékhoz törnek be. É, amúgy ott a má... Igen, én is azt hittem, hogy, hogy én már már. Igen, élek. mert furán van itt, már beszéltünk róla a korábbi adásban, hogy a számozások nagyon el vannak csúszva itt nem is, a is lehetett a házon. Így. Tehát a hetedik emeletben, hetedik emeleti lakás simán a nyolcas lakás. bocsát vizuálisan egyébként tényleg a jutkáikhoz törnek be, mert ugye az első három emeleti lakás volt az övék, tehát mindent ott forgattak le, úgyhogy igazából tényleg a Jócskáik lakásának az ajtaját törték fel, de ez már részletkérdés. Na de ugye jött a balhémes sümegi hazaér, és látja, hogy az ajtó nyitva van, és ugye hát ö, okos ember rögtön, van itt valaki, ugye, Berti, van itt valaki, ugye ezzel az a orgánummal bekiabál, és akkor a két nem csávó véletlenül éppen... mögé sunnyogok, és leverem a most légkeverő Hanem pályát. bejelentkezek, hogy megjöttem, én vagyok az admin, tehát most akkor itt balhé lesz. Egyrészt másrészt meg nem úgy megyek be, hogy magam mögött becsukom az ajtót. Tehát azt hiszem, hogy van itt valaki, és még be is csukom az ajtót Igen. magam mögött. De. Hát kap, kap ez öreg szegényes sallert, mert ugye az öreg akkor ők abba hagyják a motoszkálást. Őt ugye leütik, azok le elmenekülnek, és az a vicc, hogy. Most, mind, de most még ugye a gazdagréti MacGyver, aki egyben ugye majd terrorelhárítóként is funkcionálni fog, ugye, ferencünk, most nem tudta még elkapni a, a, a rablókat betörőket, mert ők elmenekülnek, viszont a zárszóra mindenki hazaér, de a két csicska ugye elmenekül. Júcsi nagyon fél, Juli is végül hazaér, ami egy nagyon érdekes dolog, mert valaki hazafuvarozza, de ő olyan tirpák paraszt módon becseszi az ajtót, amikor meglátja a rendőrséget, meg a mentőt a ház előtt, mert addig, hogy kiért a sümegi miatt. Se puszi, sepál, se semmi, ott hagyja, hogy még az is, hogy közt a fuvart, mert hogy ő megy a júlcsért aggódni, hogy biztos vele történt valami. Ez nekem egy teljes káosz volt. Hát ezt én most így pontosan nem is tudom. Ez így volt, hogy ugye egy, egy snit volt, ugye mindenki a, a, egy, ugye nagyon ijesztő arccal megmutattak, és akkor jött ugye a, a saját jelenete, amikor hazahozatta magát valakivel, de nem tudom, hogy taxi volt -e, mert azt mondta, hogy de jó, hogy éppen arra járt, tehát gondolom ismerős volt. És akkor meglátja, hogy ugye már villog a távolban a rendőr, meg a mentő, mert ért, és akkor. Hát mert egyedül volt, hagyva minden. És akkor meglátja, Úristen, Júli, és akkor kiszáll és kész, és, úgy, és akkor ugye azzal lesz vége a résznek, hogy a Manus az tényleg úgy lefagyva ül ott, hogy he? De hát mi tudjuk, hogy Jul Jul Julcsival nem történt semmi. De szerencsére megérkezik Mágelheim doktor, felszalad, ugye ellátja Sümegi Oszkárt, ekkor pedig belép Júlcsi, és a rész zárásaként... Én félek. Hogy fél. Mi viszont nem félünk. Nem félünk, és jövünk vissza a következő adásban is mert ugye már a Lantos utca 8. 7. része, nem, nem vagyok részek, tehát 8. 7, ez, ez itt teljesen rendben van, most véget ér, de hamarosan jön a Lantos utca 8. 8. része is, és akkor is várunk titeket szeretettel, Horváth Ádám Tamás, Melon Attila és minden kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek, hogy a hibaüzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.